Köszöntöm a hallgatókat, Szatmári Király Ágnes vagyok. Itt van velem dr. Rácernő, szülésznőgyógyász főorvos, és a beszélgetésünk apropója éppen az, hogy egyre többet süt a nap, egyre jobb az idő, egyre többet bújik ki a felhők mögül a napocska, ami nem csak a lelkünknek, hanem bizony a szervezetünknek is jót tesz. A nőknek különösen érdemes odafigyelni, hogy minél több időt töltsenek napfürdőzéssel, mégpedig a D-vitamin pótlás miatt. A legújabb kutatások szerint kicsit félrevezető lehet a neve, hiszen nem is vitaminról van szó. A D-vitamint annak idején besorolták a nagy vitamin sorba. Hát csak a fogalmak rövid tisztázására, a vitaminok, aminósavak, azok olyan anyagok, amiket a szervezet nem tud maga megtermelni. Szüksége van, hogy valamilyen külső forrásból szerezze be a szervezet, és úgy építi be a különböző folyamataiba, anyagcsere folyamataiba a szervezet. A hormonok azok olyan anyagok, amiket a szervezet maga termel meg. Tehát vannak bizonyos előanyagokra szükségek, de saját maga termeli meg. Na most a D-vitamin az összes többi vitamintól eltérően egy olyan anyag, aminek a döntő többségét, körülbelül 80%-át a szervezet saját maga termeli. Körülbelül 20%-a jön a ételekből, a táplálkozáson keresztül, és a 80%-át pedig a bőrünkben lévő különleges speciális sejtek, speciális anyagcsere folyamatok során állítják elő a napsugár UVB sugárzása hatására. Ez a vitamin akkor ott, a D3 vitamin az megtermelődik, bekerül a véráramba, a máj átalakítja egy másik fajta metabolitá anyagcsere termékké, és ez az az aktív anyagcsere termék, ami kifejti a D-vitaminnak a szervezet szinte minden sejtjére, szövetére kifejtő hatását. Pontosan milyen hatással van a szervezetünkre, mik a jótékony hatásai, amit mi magunkon is felfedezhetünk, hogyha ez egyensúlyban van a szervezetünkben, és mit okozhat a hiánya? A D-vitamin az orvostudomány utóbbi 1-2 évtizedének a csolicsókere. Kis sarkítással mondhatnám, hogy amit vizsgáltak anyagcsere folyamatot az emberben, arra szinte mindnek van hatása, még csak arra nincs, amit nem vizsgáltak. De valószínű, ha megvizsgálják, arra is lesz. Igazi szuperhormon. Igen, tehát így is hívják, tehát ez a mellékneve. És hát, hogy mondjam, a kezdetek kezdetétől, tehát a fogantatás körülményeinek a kialakításához igen komoly szerepe van. Tehát sok éve már kimutatták, hogy a petesejt termelődése, a megtermékenyülés, a beágyazódás az anyamében, a hormonális történések, az embrió fejlődése, korai és későbbi fejlődése, a magzati fejlődés, mind-mind szinte minden fázisában behatással van a D-vitamin, és utána pedig az emberi élet szinte minden szakaszában. Az összes egyéb hormon termelő szervvel valamilyen összeköttetésben van, az anyagcsere folyamatok nagy részénél, a szénhidrát anyagcserénél, a női hormonok megfelelő arányának a kialakításánál, az úgynevezett autoimmun betegségek, tehát amik az immunrendszer eltéréseivel kapcsolódnak össze, és hát sajnos a rossz indulatú daganatos betegségek is a D-vitamin hiányában, a D-vitamin speciális szabályzó, reguláló szerepének a hiányában nagyobb valószínűséggel és nagyobb százalékban indul meg a sejtek kórosz szaporodása, burjánzása, tehát a teremtéstől a végig szinte minden életszakaszunkban kísér a D-vitamin. Mégis nagyon ijesztő az a statisztika, ami azt mondja, hogy a magyar lakosságnak 2/3 szenved D-vitamin hiányban, és ha csak a nőket vesszük, akkor egy olyan 80-90%-uknál tapasztalható a D-vitamin szükséglet. Valóban ennyire nagy a baj? A baj nem olyan nagy, tehát nem kell kétségbe esni, megijedni, de a tények azok tények, tehát tényleg a 3/4 a lakosságnak bizonyos fokú
kisebb-nagyobb D-vitamin hiányban szenved, főleg az ősztől tavaszig terjedő időben. Tehát ez szezonális, ahogy beszéltük is, nyáron a napfény a megfelelő normális étrend mellett körülbelül egyensúlyban van, de a téli hónapokban a normál egészséges embernél is hiány mutatkozik, de az olyan gyerekek, akik zárt térben vannak, különböző betegségekben, vagy az idősek, akik már nem tudnak kimenni a napfényre, elzártan vannak, mozgásszegény életet élnek, a táplálkozásuk sem olyan megfelelő, azok bizony elég súlyos hiányban és szemed. Már az olyan durva nagy kórképek, mint régen, még azért a gyerekeknél is volt, azok ugye az angol kór, a csontlágyulás, csúnya csontdeformitásokkal, izomizületi fejlődési zavarokkal, az egész életükre kiható, tehát mozgásszervi problémákat okozott, az már azért nincs, tehát a rendszer szerveződik, tehát a várandós kismamáknak a vitamin D3 vitaminnal való ellátása az előírás is, és folyamatos is, a gondozó hálózat erre vigyáz, és az újszülötteknek is a gyermekorvosok folyamatosan adják a D-vitamin utánpótlást ebben a vitamin hiányos téli időszakban. Egy laikus hogyan fedezheti fel önmagán, hogy bizony szükség lenne egy kicsit több időt tölteni a napon, vagy esetleg jobban odafigyelni rá, hogy a szervezetébe kerüljön, legyen szó az étrendváltoztatásról, vagy esetleg táplálékkiegészítőkről? Amint mondtam az előbb, már szerencsére nincsenek meg ezek a súlyos tünetekkel járó kórképek, tehát ilyen hirtelen állapotromlást, változást nem fog észrevenni senki. Ezek hosszú évek alatt előre mutató folyamatok lehetnek a folyamatos kis hiányokból. Tehát a mozgásszegény életmód, a dohányzás, nem megfelelő étkezés, tehát azok, amik tej, tejtermékek, tojás, hal, olajos hal termékek, máj, gomba, olajos magvak, tehát ezek a természetben is bőven tartalmazzák, de ezek csak ugye 20-30%-át, 40-et maximum fedezik a D-vitamin bevitelnek, és hát erre oda kellene figyelni, hogy a téli hónapokban szinte minden embernek ezen az égövön, a mi táplálkozási viszonyaink mellett szüksége van bizonyos mennyiségű D-vitamin pótlásra. Ezekhez most már hozzá lehet jutni recept nélküli készítmények, táplálék kiegészítőkben. Egy körülbelül 2000 egységnyi D3 vitamin pótlás fedezik. 2-4000 között van, a 4 már a különböző tünetekkel. Ezek inkább időskorban ilyen mozgásszervi, általános csontfájdalmak, izomízületi fájdalmak hívhatják fel a figyelmét, és amikor kivizsgálják, látják, hogy ugye csontritkulása van, akkor az D-vitamin, kalciumpótlás, mozgásterápia, tehát ezekkel lehet pótolni. De szinte mindenkinek szüksége van azért, hogy 10-20-30 év múlva ne alakuljanak ki ezek a tünetek, plusz a anyagcsere változás, nőknél a hormonális, ugye a változókori időszak zavaraiban már szerepe lehet, hogyha folyamatosan évekig alacsonyabb ez a szint, illetve a legnagyobb népbetegségnek számít ugye a csontritkulás, főleg nőknél a hormonhiány, illetve az életmódi változások miatt. Tehát ezek megelőzésében jelentős szerepe van. Sok nő találkozott már a miomával, ezzel a jóindulatú daganatos betegséggel. Erre lehet-e valamilyen hatással? Mint mondtam, csak abban nincs szerepe, amit még nem vizsgáltak, vagy nem néztek. És ahogy említettem is, minden olyan folyamat, ami valamilyen sejt szaporodással, illetve hormonális változással összefüggő, abban lehet és van is szerepe. Tehát a mióma az ugye a méh izomsejtjének jó indulatú daganata, aminek a változáskori hormonális változások, illetve magának a méh izomzatának a vele született hajlama, tehát ez a leggyakoribb változókori női, sőt fiatalabb korban is előfordul. Na most mindenütt, ahol izomsejt, vagy tehát sejtszaporodás van,
abban szerepet játszik a D-vitamin, illetve a női nemi hormonok megfelelő arányának az alakulásában szintén jelentős szerepe van, és ez a áttételesen utána van a megváltozott hormon hatás a miomák kialakulásában mindenképpen jelentős szempont. Igazok-e azok a hírek, hogy egy nő, hogyha odafigyel a megfelelő D-vitamin pótlásra, akkor akár kitolható az az időszak, amíg a menopauza beköszönt az életében? Hát most erre egészen pontosan nem tudok hiteles irodalmi adatokat, de amint elmondtam, hogy szinte minden lényeges hormonális élettani hatással kapcsolatban van, egészen biztos, hogy a harmonikus, kiegyensúlyozott hormonális időszak az meghosszabbodhat. És ez lehet, ez ugye néhány hónap vagy éves periódustól 8 évig, 10 évig tartó időtartam is lehet a változás időszaka és kora, és az nem mindegy, hogy sok problémával, mellékhatással, szövődménnyel kísérődik, vagy a normál működés tart sokáig, és akkor egy rövid időszak alatt ér véget. Plusz ekkor már becsatlakoznak a nőknél ugye a csontritkulási problémák, a hormonhiány, vitaminhiány miatt, tehát ez egy összetelt időszaka a nők állapot felmérésének, és meggyőződésem is biztos, hogy tehát a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő életmód és a megfelelő fontosságú vitaminok, ásványi anyagok pótlása mindenképpen egy nyugodt, kényelmes, hosszabban tartó, problémamentes élethez vezet. A kisbabák az első néhány hónapban csepp formájában kapják a D-vitamint. Fontos, hogy magzati korban is odafigyeljen miattuk a kismama a D-vitamin pótlásra? Még egy lépéssel visszább lépve már ott kezdődik, ugye, hogy hát már a világon, Magyarországon is ugye a házaspárok 15%-a, talán néha több is meddőségi és sterilitási problémákkal küzdik. És ez egy rendkívül bonyolult, összetett folyamat, ebbe most nem bonyolultnánk bele, szinte a szervezet összes hormon termelő szervének az ideális működése, a szénhidrát anyagcsere ideális működése, életkor, egyéb eltérések szerepet játszanak, de közvetlen direkt hatása is kimutatott a női nemi ciklus hormonális működésében, a petesejt képződésében, a létrejött tehát embriónak a megfelelő beágyazódásába, a méhnyálka hártyájába és a korai embrionális szagfejlődésében, tehát végig szerepe van. Amit mondtam, ezek az időszakok, a várandóság időszaka, a szoptatás időszaka kiemelten fontos, ugye, mert az anyának a növekvő magzat mindenféle igényét is ki kell alakítani, tehát ez csak a saját raktárai terhére történhet. Tehát ebben az időszakban mondhatni kötelező az egyéb vaskészítmények a megfelelő, tehát vér-vastartalom, amiben fel tudja építeni a szervezet az anya, illetve a magzat véralkotó elemeit, és az egész hormonális egyensúlynak és az embrió szerveinek a kifejlődésében, amikor ugye abból a petes egyből egy 3-3,5 kilós átlagsúlyú, ugye újszülött kialakul, az egy hatalmas változás ugye az élet folyamán, ebben rendkívül lényeges és fontos. Tehát a kezdetek előtti lépcsőtől a születésig, illetve a születés utáni időszakban is, tehát folyamatos kontrollált D-vitamin pótlása szükségeltetik az anyának és az újszülöttnek is. Mennyi időt töltsünk a napon? Vannak ugye korlátai. Tehát sokszor föl kell erre hívni a figyelmet, hogy a szolárium az UVA sugárzás, most már a modern szolárium csöveknek ugye kritériuma, hogy ne tartalmazzon UVB-t, ami ugye a különböző bőrbetegségek, sokszor rosszindulatú bőr elváltozásokat okoz. Na most itt egy egészséges arányt kell megtanulni,
Tehát túl sokat, ugye a magas UVB sugárzásban nem szabad tartózkodni senkinek. De körülbelül az az álláspont, hogy egy olyan fél óra, háromnegyed óra, az se csúcsidőben, hanem ugye a javasolt 10-11 óra, meg a délután 3 óra utáni időszakban, egy 3-4 óra bőven elég az átlag magyarországi napsütéses fényviszonyok közt, hogy azt a részt megszerezze a szervezet, amit magának kell. Mik azok az élelmiszerek, amik ajánlottak, ha egy nőt munkája zárt térhez, például irodához, vagy egy fiatal lányt iskolához köti, tehát viszonylag kevés időt tudnak szabadban tölteni? Az étrendben, amiket már mondtam, tehát általában a savanyított tejtermékek, koncentrátumok, sajtok, tojás, és mindenféle tengeri, főleg a kis testű, tehát a szardiniás olaj, ezt például Izlandon, meg ezekben a régiókban, ahol a nap nem igazán sűrű vendég, de ezt nap mint nap folyamatosan fogyasztják, teljesen jó szinten tudják tartani. De hát Magyarországon a hal az karácsonyi étel, annak is csak az első napján, tehát a táplálékkal biztos, hogy csak a 20-25%-át tudjuk bevinni. Tehát itt a lehetőség, itt a tavasz, napvédő krémek használatával tartózkodjunk minél többet a napon, és napfürdőzzünk, hogy egészségesek maradjunk. Ez jó. A bőrfolyamatok ellen jó a magas faktorú nap, de akkor nincs UVB hatás sem. Tehát akkor ez a folyamat, ez leáll. Tehát ez egy, hát ugye úgy, ahogy védi az UVB sugárzástól, nem is engedi, hogy azok ugye behatoljanak a bőrnek ezekbe a speciális sejtjeihez. Tehát azért mondom, egy arány megfelelő a megfelelő időszakban, megfelelő arányban, ami tehát az életet harmonikussá is kiegyensúlyozza, de annyiban lehet. Tehát természetesen ugye az extrém, tehát tengerparti, ott mindenképp kell használni, főleg ugye a fénymérzékenyebbeknek, mert 10-20 perc alatt súlyos, komoly bőrkárosodású leégések történhetnek. De ebben az egy aspektusban az 50 faktoros az garantáltan, hogy se lenne még, se D-vitamin nem fog képződni, mert ez tehát megakadályozza a folyamatot. Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Rácz Ernőnek, a Sátorai Jóújhelyi Erzsébet Kórház szülésznőgyógyász főorvosának. Önöket pedig arra búzdítanám, hogy használják ki a következő néhány hónapot, a tavaszt és a nyárt, napfürdőzzenek minél többet, gyűjtsék a D-vitamint a saját szervezetük számára, hiszen az egészségük a legfontosabb.